Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A 64 vármegy ifjúsági mozgalom, a Jobbik és a Jobbik ifjúsági tagozat trianoni megemlékezésén. Arra kérnék mindenkit, hogy a megemlékezés elején közösen énekeljük el a magyar himnuszt. Kérem Bályi Nagy Rékát, mondj el Andrócki Lászlóné, Etelka, Adósunk Európa című művét. Andrócki Lászlóné, Etelka, Adósunk Európa. Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, a Kárpátok védték, ha jött az igazgal. Az idő folyamán ráéheztek mások, széllyel darabolták majd. De él az igazság, akárhogy titkoljuk. Együvé tartoznak, de büntetnek azóta. E két évtized él. A bánat. Most, mint a Jobbik mezőkövesdi elnöke, osztanám meg gondolataimat a kedves megemlékezőkkel Trianon aktuál politikai szerepéről. Egy elég kardinális paradoxonnal kezdenék, mégpedig azzal, hogy a rendszerváltás után az úgynevezett nemzeti kormány idején nincs hivatalos gyásznap, sőt ünnepnap van, az összetartozás ünnepe, barackpadallal. Egy egészséges, a múltját ismerő, tisztelő, de a jövőért küzdő államban ilyenkor néma csenddel, harangzúgással, a nemzeti színű lobogó félárbóc eresztésével, koszorúzásokkal emlékeznének meg minden június 4-én. Közben számot vetnénk önmagunkkal, de főleg az ország vezetői előttünk, hogy mindent megtettünk, megtettek-e az elmúlt egy évben az elszakított területek minél közelebb hozásáért, akár alkalom esetén a visszacsatolás, a revízió megvalósulásáért. Támogattok-e a gúnyhatáron túlra szakadt testvéreinket a mindennapos harcukban, akár anyagilag, jogilag, fizikailag vagy erkölcsileg? Azért mondom, hogy önmagunkkal is szembe kell nézni, mert nem csak a politikusok tudnak tenni ezügyben, hanem mi is a mindennapokban. Az elcsatolt területekre utazással anyagilag járulunk hozzá a turizmuson keresztül a kint élők segítségéhez, és nem kell mondanom, hogy a mi lelkünknek is felemelő például székely testvéreinkkel való találkozás. De kisebb dolgokra is gondolok, a mindennapi beszélgetésekben is vegyük elő a témát, posztoljunk közösségi portálokon. Szerintem egyetértetek velem, sőt bizonyára egyéb ötletekkel, gondolatokkal egészítenétek ki talán túl idealizált gondolataimat, de ne is szálljunk el nagyon a földtől, mert a valóság sokkal rosszabb, mondhatni lesújtó. Visszatérek az aktuál politika mezejére. Lehetne mondani, az is eredmény, hogy itt állhatunk, legálisan emlékezhetünk, az országban egyre több helyen épülnek Trianon emlékművek, de sajnos ez nagyon picit igaz. Az oktatás és a média rombolással sokkal gyorsabb hatékonyságot mutat, mint az emberek eszmélése. Ezért is feladatunk itt a nemzeti oldalon ezen eszmélés segítése, a saját médiánkon való közlés, az emberekben egy egészséges szégyenérzet keltése, ha nem tudják, vagy jeles, éppen szomorú történelmi eseményeinket. És főleg ez a szégyenérzet keltés, főleg ezt a szégyenérzetet kell keltenünk az elmúlt 25 év, de úgy is mondhatnám, a 20. század politikusaiban. Bennük, akik ahelyett, hogy ezen indokolatlanul sokat büntetett nemzet sebeit gyógyítanák, a félholtan támolygó testet erősítenék, még belerúgnak, kifosztják. Közben persze szépen felöltöztetik, mosolygó állarc mögé bújtatják, és lögdösig dolgoztatják
hogy utolsó lélegzetéig termeljen neki. De mit várunk a jelenlegi kormányzó erőtől, akik 1990-ben a Trianon megemlékezés napján kivonultak a parlament ülésterméből, a kereszténydemokraták felé a csuhások térdre imához beszólást intézték, az akkor még liberálisok, majd az MDF hagyta politikai űre rárepülve, probléma nélkül váltak nemzetiekké. Ezt a szélkakas politikát mai napig megtartották, elég csak az uniós ügyekre gondolni. Az áruló Románia uniós tagságát, aki a második világháborút szövetségesünként kezdte, majd a háborús helyzet fordultával átállt az Antant oldalára, tehát árulóvá vált, majd fékevesztett vadállatként rohant Budapest felé, mosolyogva ratifikáltuk. A szerb csatlakozási tárgyalások alatt sem kardoskodtak a magyar ügyek mellett. Mit várunk azoktól, akik kormányzása alatt a második Trianon alakul ki? Önálló iparunk megszűnt, bűnöző családok veszik át az uralmat komplett településeken, a tisztességes emberek félelemben élnek, mindeközben a rendőrök széttett kézzel kénytelenek állni. Mit várunk azoktól, akik cinkosan hozzájárultak az ország gyarmatosításához, kiárulják földjeinket, és névtelen, abszolút azonosíthatatlan bevándorlókat engednek ránk szabadulni. De elég körbenézni városunkon. Tipikus állatorvosi jó. Igen, látjuk a szépet. Igen, látjuk az elköltött több milliárd forintot. De azt is látjuk, mi van alatta. Visszaosztott pénzek, sokszor silány minőség, 5000 fős UEFA követelményeknek megfelelő stadion a 16.500 kisvárosban, aminek a lakosságából több száz, vagy akár több ezer fő külföldön dolgozik, vagy itthon nyomorog. Megfélemlített emberek, bűnözés, kiürülő boltok, tengődő kisvállalkozók, teli parkolók a külföldi áruházláncoknál. Kamera alatti rabszolgamunka az üzemekben, és sok egyéb. Azt kérem a jelenlévőktől, ha a Veszent Trianon skandálják, ne csak az elszakított területekre gondoljanak, hanem arra, hogy Veszen a 20. század, főleg második felére jellemző, hazudozó, nyíltan vagy rejtve magyar ellenes politika, és jöjjön végre egy új erő, jöjjön el Magyarország feltámadása. Köszönöm szépen!